Szervusztok, gyerekek! Hogy vagytok ma? Szervusz! Csókolom, Benito néni! Jól aludtatok? Gyertek szépen, szálljatok ki! Hogy vagytok? Anyuci! Na gyertek, ott gyertek van, ott gyorsan! Ott van, ott az anyukám! Anyuci! Anyukám! Ott az anyukám! Ott van az anyukám! Anyuci! Anyuci! Ott van az anyukám! Mi a helyzet? Úgy látom, kezd magához térni. Rosszio. Rosszio. Hugocskám, hogy vagy? Ó, amíg... Nyugodj meg, Rosszio! Nyugodj meg, kérlek! Nyugodj meg! Mihez nyugodj. Rajtam? Nem lesz semmi. Mi történt velem? Rosszio, mihez kérlek, rajtam? Nyugodj meg! Nincs semmi baj! Mihez? Nyugodj meg! Vedd le rólam! Nyugodj, Rosszio! Istenem! Semmi baj nem lesz! Vedd már le! Nyugodj meg, kérlek! Nyugi! Anyuci! Anyuci! Anyuci, itt vagyok! Gyere ide, Anyuci! Anyuci! Hová mész, ma oda! Ott van az anyukám! De hol van? Ott van! Mama! Nyugodj meg, Rosszio! Nyugodj meg! Nyugodj meg, mi történt az arcommal, Juan Miguel? Azt még nem tudjuk pontosan. De minden rendben lesz. Rosszio, légy erős! Nagyon fáj az arcom! Rosszio, légy türelmes, hiszen életben maradtál. Életben vagy, minden rendben lesz. Juan Miguel! Vicente! Nem halt meg, ugye? Nem, nem. Látni akarom. Most nem lehet, Rosszio. De igen. Most nem lehet, könyörgök. Hidd el. Majd később megkeresi. Édes testvérkém. Nyugodj meg. Nyugalom. Istenem. Mi a helyzet? Rosszul van. De én azért még mindig reménykedem. Nem tudom elhinni. Nem tudok arra gondolni, hogy a kisfiam, az én egyetlen kisfiam meghalhat. Ezt nem tudom elhinni, Istenem. Istenem. Szörnyű az, ami Rosszióval történt. Ráadásul a barátja nagyon súlyos állapotban van. Bízzunk a jó Istenben, hogy mindkettejükre vigyáz, hogy megmenti őket. Nekem most el kell mennem egy kis időre. Légy szíves, vigyázz a húgomra, Eduardo. Később majd felhívlak. Feltétlenül szükségem van néhány iratra. Az esküvő miatt Malicsújjal. És végül mikor tartjátok? Most szombaton. Na, megyek. Vigyázz a húgomra, barátom. Bízz csak rám. És hogy van a kislány? Azt írják, nem jól. Ajaj! Micsoda szerencsétlenség! Mit érezhet most szegény Maricsúj? Elvégre nagyon szereti azt a lányt. Mm. Jöjjön be, nyitva van az ajtó! Bocsánat. Jöjjön csak, fiatal ember! Éppen most beszélgettünk a testvéréről. Jó napot kívánok! Magának is, magának is. Hogy van a kis húga? Sajnos nem jól, asszonyom, de szerencsére már nincs életveszélyben. Szörnyű baleset, de azért örülök, hogy jobban van. Köszönöm. És mi szél hozta erre felénk? Azért jöttem, hogy önnél vannak-e Maricsúj hivatalos papírja. Ajaj, csak nem az esküvőre kell. De igen, Candelária. Ne mondja.
És mikor házasodnak össze? Most szombaton, asszonyom. Komolyan mondja, hogy a hétvégén? Igen. Hogy vagy, Elsa? Jól vagyok. És Rossz jó? Magához tért, és még fel sem fogta, hogy mi történt vele. Főleg az arca miatt aggódik. Szegény. Igen, szegény Rossz jó. Ezzel számára véget értek a fiatalság gondtalan évei. A vidámság, az álmok, a tervei. Véget értek számára az őrültségek, a bulik, a felelőtlen szerelem, ami legtöbbször csak illúzió. Ezt a sors akarta így, Eduardo? Nem, ebben tévedsz. Játszani akart, szórakozni, és a játék majdnem tragikusan végződött. Életének egy szakasza lezárult. Az előtte álló út pedig fájdalommal van kikövezve. Ahogy sok más lánynak is. Már is idehozom, bent van a szobában. Megvár? Igen, természetesen. Biztos, hogy megvár? Csak nyugodtan. Már is visszajövök. Mi ez a nagy sietség az esküvővel, Dr. Saint-Romain? Ne izguljon! Nem mondok egy szót sem arról, amit Marie Chouiról tudok. Nem azért veszem őt feleségül, Adrianna. Hanem azért, mert sokan azt szeretnék, ha kidobnám. Biztos, hogy elhallgatnak a jó akarók, ha már a feleségem lesz. Mennyi ideig tart majd a tesztelés? Én nem ezt a szót használnám erre. Nem ismerek más kifejezést. Gondolom, van időhatár. Nem, arra semmi szükség. Az lesz az időhatár, amikor felismerem azt, hogy házassággal nem tehettem boldoggá Marie Chouit. És mit csinál majd, ha eljön az a nap? Mert eljön, ebben biztos vagyok. Megígérem, hogy abban az esetben lemondok róla. Eltűnök Marie Chouit életéből, és akkor eljön a maga ideje, hogy támogassa, segítse őt a nehézségben. Mi történt a gyerekemmel? Igen, most megyek érte. Sikerült már megnyugtatni? Rendben van, de egyetértünk. Már is megyek érte az iskolába. Istenem! Mi lett veled, szegény Rossz jó? Marie Chouit! Testvérem! Ne haragudj rám, bocsáss meg! Én tehetek róla, hogy balesetet szenvedtél. Nem, Marie Chouit, dehogy! Pedig mindenki azt mondja, azért törted össze magad, mert bemutattam neked Vicentét. Nem számít, mit mondanak. Ez nem így van. Marie Chouit! Milyen lett az arcom? Én nem tudom, mert úgy be vagy kötözve, mint egy mumia a filmekben. Biztosan rettenetesen nézek ki. Eltorzult az arcom, csúnya lettem. Ne mondd ezt, mert nem tudhatod, Rossz jó. De én akkor is tudom, Marie Chouit. Nyugodj meg, ne sírj. Az életemnek ezzel vége. Már nem akarok élni. Így nem akarok. Nem akarok. Ne mondd ezt. Azt hiszed, hogy hazudok. De megint láttam anyukát. Az iskola előtt volt, ugyanabban az autóban ült. Mi történt egészen pontosan, tanárnő? A gyerekek akkor szálltak ki az iskolabuszból, hogy bemenjenek az iskolába. Maita az utolsók között volt. Megláttam, amint át akart szaladni az úton. Lefogtam, de arra mutatott, ahol szerinte az édesanyja volt. És látott ott valakit? Igen, doktor úr. Ahogy Maita is mondta, egy nő ült egy autóban. De biztos, hogy nem a feleségem volt. Akár ő is lehetett, doktor úr.